Változást hozott a múlt év az új lakások piacán. 2021-ben összesen kevesebb, mint 20 ezer lakást adtak át Magyarországon, 29 kal kevesebbet, mint 2020-ban. Azért épülhetett kevesebb lakás, mert a szigorúbb energetikai szabályozások tervezett, de elhalasztott határideje miatt sok építető már 2020-ban befejezte a megkezdett építkezéseket. Ugyanakkor a lakásépítési kedv fokozódott 2021-ben, országosan összesen közel 30 ezer lakásépítési engedélyt adtak ki, ami 33 os éves növekedésnek felel meg. Ugyanez a helyzet szabor már megyében is, hiszen ha megnézzük, hogy hány, hány újépítésű ingatlant adtak át a 2021-ben, gyakorlatilag azt Elmondható, hogy, hogy 401 új lakóingatlan épült a tavalyi évben, és ez 61%-kal kevesebb, mint 2020-ban. Az építési engedélyek száma viszont 45%-kal nőtt, és 889 darabra emelkedett, ami azért érdekes, mert ez azt mutatja, hogy a következő években felívelő tendenciát mutathat a megyei lakásépítések száma. A lakások vásárlásának lehetősége is változott 2021-ben. Ősszel elindult a zöld otthon program. 200 milliárd forintos hitelkerettel. Ezt legalább BB energia hatékonysági besorolású, újépítésű ingatlan vásárlására vagy építésére lehetett felvenni 70 millió forintig, két és fél százalékos kamattal. Ezt a hitelt előszeretettel vették fel a magyarok. Ez és a visszaesett új lakások száma azonban megnövelte a már átadott újépítésű ingatlanok árát. Nyíregyházán az átlagos új lakások és házak négy, négyzetméter ára 498 ezer forint volt február végén, ami 15 os drágulás jelent éves szinten. Ez még mindig az egyik legolcsóbb árszintnek felel meg a magyarországi megyeszékhelyek között, és ebből a szempontból a nyíregyházi vásárlók és a megyei új lakásvásárlók, vagy új házatvásárlók abszolút jó helyzetben vannak, hiszen a jövedelmekben nincs akkora különbség, mint a különbség mutatkozik az új lakás árakban. Ez ezzel érdekes összehasonlítás lehet például a fővárosi új lakáspiac, ahol az új lakások és házak átlagos négyzetméterára 2022-ben átlépte az 1 millió forintot. Még mindig elérhető a Zöld Otthon program, ezért sokan saját célra vásárolnak új lakást. Azonban jellemző az is, hogy a befektetők már nem Budapesten keresnek ingatlant, hanem olyan nagy potenciállal rendelkező városokban, mint például Nyíregyháza.